amiket terveztünk, fejlesztéseket, beruházásokat, meg tudtuk valósítani. 5 testületi ülést tartottunk. A tényeknek hát nem egészen pontos interpretáció. Sokszor jönnek olyan plusz feladatok. Mi kell, hogy gondoljuk, hogy hogyan tovább. Jó gazdálkodása alapján tudtunk elérni. Ez egy központi téma. Köszöntöm a Budakörnyéki Televízió nézőit. Budakeszin vagyunk, ahol dr. Csütörtökön dr. Győri Ottilia válaszol a kérdéseinkre. Jó napot kívánok, üdvözlök! Jó napot kívánok. A költségvetésről inkább arról, akkor beszélünk, amikor majd azt elfogadják, de az információim szerint a legközelebbi testületi ülésen kerül majd elfogadásra, ami sok kérdést tartalmaz, de mielőtt majd rátérnénk, illetve a legközelebbi adásunkban erre rátérünk, azért beszélünk más ügyekről is. Makkos Mária kapcsán lehet hallani azokról a véleményekről, amelyek elsősorban a közösségi médiában jelennek meg, miszerint különböző kihívásokkal találkoznak az ott lakók. Mi igaz ebből? Budakeszin a makkosmáriai település részen folyamatban van a nagy szennyvíz tisztító csatorna beruházásunk építése, és az építkezés értelemszerűen sok kényelmetlenséggel és felfordulással jár. Nagyon nagy sár van ezen a település részen, különösen esős időben, és hát ez eléggé megnehezíti az ott lakóknak az életkörülményeit. Erről nagyon sok lakossági levelet kapunk, sok lakossági bejelentés van. A magunk részéről segítünk ennek a problémának a megoldásában. A kivitelezővel együttműködve egy 5 fős útkarbantartó brigád dolgozik Makkosmáriai utcákon, amely brigádnak csak az lesz a feladata a beruházás befejezéséig, hogy ott a közlekedési körülményeket javítsa a gyalogosok és a gépkocsival járók szempontjából is. Ezek a panaszok elsősorban az út jelenlegi minőségéről szólnak, vagy ámblok elítélik a beruházást az ott élők? Elsősorban az út jelenlegi állapotára vonatkozik, de az nagyon fontos itt elmondani, és jó lehetőség is ez arra, hogy elmondjuk, hogy enélkül a beruházás nélkül Budakeszin további nagy fejlesztésekre, építkezésekre nem kerülhetne sor. A régi szennyvíztisztító telepünk olyan kicsi, hogy új építési engedélyeket már az építéshatóság nem tudna kiadni, hiszen nincs szabad szennyvíztisztító kapacitásunk. Tehát ahhoz, hogy a településünk fejlődjön, előbbre lépjen, mindenképpen szükség volt egy új szennyvíztisztító telepnek a megépítésére. Ezzel a pályázattal erre kaptunk lehetőséget. Az nagyon fontos elmondani, hogy a makkosmáriai település rész nélkül is tudtunk volna a pályázaton indulni. Ez egy akkori település politikai döntés volt, hogy a makkosmáriai település részt az akkori önkormányzat belterületbe vonta, és megadta az előbbre lépés, a fejlődés lehetőségét az ott lakóknak is. Most ez egy nagyon nehéz helyzet, de azért ez egy ideiglenes, tehát nyár végére be fognak fejeződni a munkálatok, akkor ezek a kényelmetlenségek megszűnnek, az ingatlanoknak, az ottani ingatlanoknak az értéke növekedni fog, amivel azért mindenképpen számolni kell, emellett pedig egy olyan új HSZ-TSZ szabályozást lépett életbe Makkosmária vonatkozásában, ami a további fejlődésre lehetőséget fog adni. Tehát hamarosan egy új, mondhatnám, hogy 21. századi városrész fogott kialakulni, nyilvánvalóan az ott lakók örömére, és hát az egész település érdekében. Végül is ez a beruházás is erről szól, úgyhogy kérjük a lakosság megértését, amellett, hogy az önkormányzat is mindent megtesz, hogy ezeknek a kellemetlenségeknek a csökkentése bekövetkezzen, de hát ezekről a kérdésekről mindenképp beszélni kell, amellett, hogy ez környezetvédelmi szempontból is egy borzasztóan fontos beruházás volt, hiszen hát azért lássuk be, tehát a szippantások mellett azért voltak olyan helyek, vagy vannak olyan helyek, ahol bizony nem szállították el a szennyvízet, hanem hát befolyatták az erdőbe, és ez bízunk benne, hogy a jövőben meg fog szűnni. A beruházásnak az eredménye lesz az is, hogy a mostani régi szennyvíztisztító telepünk megszűnik. Az önkormányzatnak a feladata, hogy a rekultivációt mi hamarabb elkezdje terveztetni, tárgyalni, hogy ez hogy fog bekövetkezni, és ott egy értékes új önkormányzati szabad ingatlan fog létrejönni. A környező lakosoknak pedig megszűnik az a panaszuk, hogy a szennyvíztisztító telep miatti, különösen nyáron szakhatások és egyéb problémák miatti gondok majd nem jelentkeznek.
A régi szennyvíztisztító telep bezárása következtében a környező lakosok fellélegezhetnek, szinte szó szerint, hiszen a nyári szakhatás meg fog szűnni, és hát az ottani életkörülmények is javulni fognak ennek következtében is. Információink szerint Érden, ahol nemrég fejeződött be a szennyvízberuházás, az ott élőknek háztartásonként több százezer forintot kellett fizetni önrészként. Budakeszin mi a helyzet? Budakeszin kell a itt élőknek önrészt fizetniük azért, hogy a csatornahálózat megújuljon? Nem kell a budakeszi lakosoknak ebbe a pályázba önrészként fizetni semmit sem. Ez annak eredménye, hogy az eredetileg 800 millió forintos önrészt a tárgyalások eredményeként lesikerült csökkenteni 250 millió forintra. Ennek az önrésznek a kifizetése a 2015. évben esedékes, tehát az idei költségvetésünkben egy nagy tétel ennek az önrésznek a kifizetése. De amennyiben nem sikerült volna ezt a 800 millió forintos önrészt csökkenteni 250 millió forintra, akkor biztos vagyok benne, hogy lakossági hozzájárulás tudta volna csak ezt a beruházást az önkormányzat megvalósítani, ami viszont olyan beruházás, hogy mindenképpen a település fejlődése miatt szükséges. Tehát ha nem tudunk új szennyvíztisztító telepet nyitni, nem lett volna, vagy nem lenne lehetőség további fejlesztésekre a településen. Emellett azt is el kell mondani, hogy amikor kiírtuk a munkára a közbeszerzési pályázatot, akkor a beérkezett ajánlatok erre a munkára 1 milliárd forinttal többekbe kerültek, mint ami összeget előzetesen mi beterveztünk. És Magyarországnak a kormánya biztosította még a plusz 1 milliárd forintot ahhoz, hogy ez a munka megvalósulhasson. Tehát, hogy ha még ez a plusz 1 milliárd forintot nem kaptuk volna meg a kormányzattól, akkor 1 milliárd 800 ezer forint lett volna effektíve az az összeg, amit a településnek kellett volna magából kidolgozni önrészként vagy egyéb forrásokból. Hát ez nagyon kétségesítette volna ennek a pályázatnak a megvalósítását, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy végül is a sikeres tárgyalásoknak köszönhetően most így saját önkormányzati költségvetésből az önrészt ki tudjuk termelni. Hogyan képzeljük el, az 1 milliárd 800 millió forint az hány évi fejlesztési forrásra lenne a városnak? Azt már jó költségvetésnek tudjuk minősíteni Budakeszin, hogyha egy olyan 4-500 millió forintos fejlesztési összeget évente el tudunk költeni. De emlékszem én arra, amikor még csak alpolgármester voltam, egy költségvetési évben már az is nagy számnak számított, amikor az elődöm tagai polgármester úr azt írta az egyik újságcikkben, hogy 100 millió forint fölött rendelkezhet szabadon az önkormányzat, tehát kvázi 100 millió forint volt akkor a fejlesztési önrész. Most ehhez képest azért eljutottunk odáig, hogy egy olyan 4-500 millió forintot tekinthetünk egy olyan elfogadható összegnek. Ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez budakeszi vonatkozásában van így, hiszen azokon a településeken, ahol a nagy adóbevételek, iparúzási adóbevételek vannak, nyilván ezek a keretek más irányba tolódnak el, nálunk ez jó fejlesztésnek minősül. Legutóbb, amikor önnel készítettük, a polgármester válaszolt, akkor azzal búcsúztunk el a nézőktől, hogy nem olyan sokára fog találkozni Cunyéné Bertala Judit oktatásért felelős államtitkárasszonnyal. Miben sikerült megállapodniuk a tárgyalás folyamán? Az államtitkárasszony ígéretet tett nekünk arra, hogy kormány előtt terjesztést készítenek a budakeszi általános iskola forfa épületével kapcsolatosan, és várhatóan a márciusi kormányülésen ez napirenden lesz. Reményeink szerint a kormány határozott után a forfa épület kiváltásra kerülhet. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy a tárgyalások is folyamatban vannak, hogy érezzék a nézők is, hogy mindent megtesz az önkormányzat annak érdekében, hogy a Széchenyi István Általános Iskolába járó gyerekek megfelelő körülmények között tanulhassanak. Tudomásom szerint nem csak a forfa épületekről volt szó a Széchenyi István Általános Iskolával kapcsolatban, hanem arról is, hogy megújulhat az iskola sportpályája. Mi igaz ebből, mi valósulhat meg?
A Magyar Olimpiai Bizottságnál pályáztunk, és nyertünk egy 30 millió értékű rekordtáns sportpályát a Széchenyi István Általános Iskola udvarára, aminek a kivitelezése, bízom benne, hamarosan megkezdődik, és nyára meg is valósul ez a 20x30 méteres nagyságú, többfunkciós sportpálya, és hát az ottani gyerekeknek, én biztos vagyok benne, hogy ez nagy örömére fog szolgálni. A mostani sportpálya nem alkalmas a korszerű sport és testnevelési szempontok szempontjából, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon örömteli dolog. 800 fő jár abba az iskolába, abból hányan tanulnak a forfa épületekbe? Mennyire fontos kérdés az, hogy azok az épületek kiváltásra kerüljenek, és oda egy új épületszárny épüljön a későbbiekben? Szinte az egész alsó tagozat ott van, és amikor egy kicsit esősebb az idő, akkor beázik az épület. Mindenki tudja, hogy már amikor ezt a forfa épületet felállította az önkormányzat, ideiglenes jelleggel tervezték, és azóta majdnem 40 éve fennáll, tehát valóban tarthatatlan ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet mindenki ismeri, átlátja, tehát nem kérdés, hogy ezt a problémát meg kell oldani, és én azt abban bízom, hogy ez a kormányzati segítséget meg fogjuk kapni, hiszen ennek az épületnek a kiváltása is majdnem 1 milliárd forint körül van. Felvételünk készítése előtt nem olyan sokkal volt a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás ülése. Ön hogyan látja belülről az intézményt, mennyire működik az a társulás jól, amely a Zsámbéki medence önkormányzatait fogja össze? Nagyon jól működik, hogy ilyen röviden válaszoljak. 10 települést fog össze ez az önkéntes önkormányzati társulás, és nagyon fontosnak látom nem csak én, hanem ebben a társulásban résztvevő többi polgármester is az ilyen típusú regionális együttműködéseket is. Nagyon sok kérdésben közösen, sokkal hatékonyabban tudunk fellépni, mint egyedül, és nagyon sok olyan téma is fölmerül, amit közösen, a közös bölcsességre támaszkodva jobban tudunk kezelni, jobban meg tudunk oldani. Hát mondhatom, hogy a következő ülésre például a Pest megyei közgyűlés elnöke és alelnöke jön el hozzánk, aki tájékoztat minket a Pest megyét érintő település fejlesztési kérdésekről. Van, ahol közös együttműködésre is lesz lehetőség, de emellett gondolkozunk a közös gyepmesteri funkcióellátásban, van egy közös közterületfelügyeleti intézményünk, ami több településen látja el a közterületfelügyeleti feladatokat. Emellett a híd családsegítő szolgálatunk is 3 település közös együttműködésében működik. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Én úgy látom, hogy értékelik ezt az együttműködést a többi települések is. Emellett Budakeszinek mindig szempont volt, hogy a regionális szerepét megerősítse, megőrizze. Ez egy olyan helyzet, amiben ez is szerepet játszik, hiszen ennek a társulásnak Budakeszi a központja. És emellett azért más önkormányzati szövetségekben is dolgozunk, tehát a TÖOSZ-nak és a MÖSZ-nek is tagjai vagyunk, ez mindegyik két nagy önkormányzati szövetség, ahol az információcsere és egyáltalán a más jó példáknak az átvételére való lehetőség adódik meg. Emellett pedig még a FA5-nek is tagja Budakeszi Városi Önkormányzata. Ez a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásnak a rövidítése, ez a párbetű, amit az előbb említettem. Itt pedig a közlekedési kérdéseket tárgyalják ki a jelenlévő polgármesterek, illetve hát próbálnak meg közösen fellépni az érdekeik mentén. Az innen gyűjtött tapasztalatokat elsősorban a pályázás közben tudja felhasználni az önkormányzat? Nem csak a pályázatoknál. Tehát nagyon fontos az, hogy minden polgármester, minden önkormányzat valahogy máshogy csinálja a dolgait. A jó tapasztalatokat, a jó munkamódszereket tudjuk itt egymástól átvenni, de amellett pályázatokról is tudunk értesülni, és vannak olyan helyzetek, amikor közösen jobban lehet érdeket érvényesíteni, hiszen egy nagyobb közösségnek az érdekeit, egy nagyobb lakosságszámot képvisel az adott önkormányzati társulás. Hogy a Budakörnyéki Televízió tudósítása
kilátásaiból láttuk, igen aktív volt Budakeszin a báli szezon. Hogyan értékeli utólag, mennyire sikerült közösséget teremteni, illetve a közösséget összekovácsolni? Mindegyik bál más közönséget szólított meg. Volt, aki sok bálon részt vett, volt, aki nyilván csak azon a bálon, ami az ő érdeklődési körébe tartozott. Szerintem nagyon jól érezték magukat a budakeszi lakosok, és örültünk neki, hogy ilyen sokan eljöttek. Ez egy nagyon szép időszaka az évnek, ez most lezárult, úgyhogy most pedig már várjuk a húsvétot.